Sziasztok, szép napot mindenkinek! Gombás rizs lesz fasírttal. A rizsnek a vizet feltettem főni, kezdjük akkor a fasírttal. 2 közepes hagymát lepirítok, és pirítok még hozzá zellerlevelet. Tehát apróra van vágva a hagyma. Lepirítom, megy bele a zeller. Egy így ekkora kis csokorocska zeller elég bele, apróra vágom. Mehet rá a hagymára. És ezt párolom, összefonnyasztom. Mehet rá egy kis só. Amikor így puhára pároltuk a hagymát és az ellenlevelet, rámegy a darált húsra. Ez 1 kg 20 deka darált hús. Megy rá a fokhagyma, 4 gerezd. Került még hozzá egy darab tojás, megy rá prézli. Delikát bors, só egy kicsi, de azt nem igazán, mert már van benne delikát, úgyhogy nem teszek sót. Egy kis őrölt fűszerkömény, fontos, hogy őrölt legyen, ne egész. Oké, a fasírt össze van állítva, fogjuk és szépen kisütjük. Jön a gombás rizs, sós majorannás vízbe kifőztem, megfőztem a rizst, és megcsináljuk hozzá a gombát. Fel van karikázva egy nagyobb fej hagyma, lepároljuk. Na, aztán már amikor ilyen szépen kezd pirulni a hagyma, akkor ráteszem a gombát, ami ez a fajta konzerves gomba, jelen esetben 2 dobozzal, 1/2 kiló rizshez. Akkor elkezdjük fűszerezni, delikát, bors, és akkor fároljuk, lepirítjuk puhára. És akkor közben, hogy van az a nóta? Samba de Janeiro! Na 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 Samba! Na 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 na. Ennek örömére csinálok hozzá egy uborkás fokhagymás öntetett joghurttal. Na 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 na. Uborka le van reszelve, kicsit kinyomkodtam a levét, megy rá a görög joghurt. Ez egy natur joghurt, megy rá egy gereszt fokhagyma. Oké, egy kis ízesítővel elkeverjük. Ja, 2 gereszt fokhagymát tettem rá, nem egyet, kettőt. Hát ebbe a cukiságba 2 gereszt fokhagyma van, nem egy, aztán a görög joghurt, és akkor lészön a mártogatósön szentzsészön. Na, és akkor elindul a videó végre. Na, akkor mehet rá ennek a dobozkának a teteje. Várjatok, nincs meg a dobozkának a teteje, akkor alufólia. Oké, alufóliát se vettem már, vagy 2 hete, nem tudom, hogy valamit teszek rá, aztán megy a hűtőbe. Ott tartunk, hogy puha a hagyma, puha a gomba, és így már össze is keverhetem akkor a rizssel. Rákerült a rizs, amit már előzőleg kifőztem, tudjátok, majorannás sós vízben. És voilà, kész van a gombás rizs hagymásam. Kitálalom, megmutatom, hogy muzsikál. Na, tehát a fasírozottunk, gombás rizs, egy kis hasáb burgonya is került mellé, úgyhogy ilyen kis vegyes, köretes, megoldásos szituáció lett. És itt van hozzá az uborkás mártogatós, amit bátran lehet nyomkodni bele a fasírtót és a krumplicskát is. Majd lesz kóstolási is, és akinek guszta és kedve támad hozzá itt elkészíteni, ne habozzon, tessék, lássék, és utána ehessék. Sziasztok!